Szeretettel köszöntök mindenkit ma este itt a helyszínen és az online nézőket is. A Forever Living Products termében vagyunk, én Molnár Judit vagyok, és a ma este házigazdája annyi a feladatom, hogy végig kalauzoljam önöket ezen a rendezvényen. A Forever Living Products egy 1958-ban alakult amerikai cég, tehát azt jelenti, hogy 37 éve van a világpiacon, és Magyarországon is már 18 éve, úgyhogy itt is nagykorúvá értünk. Hallottam egy ilyen telefonmozgást, úgyhogy hadd kérjek már meg mindenkit, hogy a telefonját kapcsolja ki, még most itt az elején. Engem nem zavar, de sohasem lehet tudni. Szóval 1978-ban egy amerikai cég, 37 éve, és egy nagyon nagy szerű tulajdonsága, hogy családi kézben van, mint a mai napig. Ez olyan biztonságot ad annak a 160 országban lévő 10 millió forgalmazónak és fogyasztónak, hogy biztonsággal tudhatjuk azt, hogy amit termelnek, az egészséges és jó, mert minden kockázatot, minden biztonságot vállal érte a család. A megtermelt javakat is ez a család biztonsága biztosítja számunkra, hisz nem viszik a tőzsdére, nem adnak részvényeket, nem kuncsorognak pénzért, és nem mondják azt, hogy részvényesei legyünk ennek a cégnek, hál' Istennek, mert olyan tőkével rendelkeznek, ami fedezi azt, hogy biztonsággal működhet. A Rexmon az, aki 1978-ban alapította ezt a céget. Ő gazdasági szakember volt, dollármilliárdos már akkor is, ingatlanozással foglalkozott. Keresett egy olyan konstrukciót a marketing terve mellé, egy olyan termékcsaládot, ami azt biztosítja az embereknek, biztosította, hogy látta a jövőképet, volt egy jövőképe, hogy biztosítani fogja az embereknek a minőségi táplálkozást, hisz az 1970-es években már igazán ipari méretűvé kezdett válni az élelmiszer termelés. Látta a mérlegnek a másik oldalát is, hogy kell majd, lesz majd valami szükség valamire, ami kiegyensúlyozza ezt. Így találkozott egy orvoskutató csoporttal, akik már akkor kutatták, nézték az aloe verát, és ezek közül is az aloe vera Barbadensis Miller, és végül ebből a találkozásból jött létre ez a nagyszerű cég, ami mai napig is felfeleivel a növekedése. Ő a fia, a Greg, aki átvette már a vezérigazgatói posztot, ettől függetlenül az idős úr mindenhol a világban, 160 országban, ahol bármilyen megmozdulása van, a Forever-nek jelen van és egésznapos szeretetével és figyelmével örvendezteti meg a forgalmazókat. Ezek a gazdasági mutatók a kezdetektől egészen napjainkig, még az úgynevezett válság éveiben is hatalmas növekedést tudott elérni, és azokon a piacokon is, amit mi úgy nevezünk, hogy fejlődő országok, vagy elmaradott részeknek, az ázsiai, az afrikai részekre. Ez majd később az üzleti részben válik érthetővé, hisz nem csak piacot teremt, hanem a lehetőséget is biztosít. Ez erről majd később a végén. Ahogy mondtam, 160 országban ez a termékcsalád megfelel mindenhol az elvárásoknak, ugye mivel táplálékkiegészítőről van szó, ezért nagyon fontos, hogy amit adunk a családunknak, amit mi fogyasztunk, a környezetünknek ajánlunk, az egy megfelelő minőségű legyen. És én nem ismerek másik ilyen termékcsaládot, ami 160 országban mindenütt megfelelne a helyi szabályozásoknak, követelményeknek, élelmiszeré, táplálék dolgokkal való jogszabályoknak, tehát egyszerűen ilyen mértékű, vagy ilyen mérvű táplálékkiegészítő családot nem ismerek másikat. Láttanak itt azok az országok, ahol például van, tehát a 160 ország ugye az önmagáért beszél.
a megteremelt javakat ingatlanokba, lakóhajókba fekteti, egyrészt példázva azt, hogy hosszú távon tervezi a piacon való maradását, tehát például Magyarországon is a Sziráki kastélyt vásárolta meg, felújította és szállodaként üzemelteti. Bárhol a világon, ahol ilyen Forever Resorts van, a Forever kártyával rendelkezők kedvezménnyel szállhatnak meg, vagy kedvezménnyel lehetik mind ezeket a szolgáltatásokat. A magyarországi vezetés hasonlóan példaszerű az amerikaihoz, emberi társadalmi elvárásokban, morális, etikai megfelelés minden szinten. Dr. Miles Sándor egy nagyon nagy koponya, hogy így mondjam, vegyészmérnök, rákutató, a Magyar Természetgyógyászok Szakszövetségének alelnöke, alapítója, a Máltai Nobel-Grand tagja, és a magyar és a délszláv régió vezetője. És hát mivel egy táplálékkiegészítő családról van szó, minőségi táplálékról beszélünk, nem feltétlenül szükséges hozzá egészségügyi végzettség, mint ahogy nekem sincs, például meg nagyon sokunknak, de mégis nagy segítség, vagy éppen ezért nagy segítség nekünk, azoknak az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak a jelenléte a Foreverben, amit 4500 főről beszélt, én már ezt a dupláját is hallottam. Mindannyian úgy kerültek kapcsolatba Foreverrel, hogy valamilyen saját kihívásuk által megpróbálták, sokan szkeptikusan, és jó tapasztalatokat szereztek, mint ahogy magunk laikusok is sokan kipróbáltuk egy fürtöt, hogy egy deodorant, vagy egy kis vitamin, és a jó tapasztalatok a kevésbé kicsik és nagyobbak vezettek ahhoz, hogy utána elkötelezetté váltunk. Na, nagyon sok orvos és egészségügyi dolgozó is így van ezzel. A mi csapatunkban is hál' Istennek vannak jó néhányan, és ma este is egy ilyen fiatal embert fognak hallani, aki évek óta erősíti a csapatunkat. Nagyon sok, nagyon ugye általános orvos, és azt az általános orvosi tudását és az itt megszerzett forevős tapasztalatát nagyon jól ötvözve tudja segíteni a körülötte lévő embereket, és nekünk, mint csapatnak is. Egy olyan fiatal ember, akire mindig lehet számítani, mindig napra kész a tudása, és nagyon segítőkész. Úgyhogy azt a tudást, amit ő átad ma este a Forever Fit programról, azt is érdemes jegyzetelni, éles füllel hallgatni. Fogadják szeretettel Dr. Galuszki József, szupervázor, sportoló és orvos. Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, külön köszöntöm, aki a képernyő előtt követ minket. Ha nem haragszatok, akkor maradnék a tegező viszonylag hogy kommunikáció. Hát a ma este az különleges, kimondottan a fittségről, az energiáról fog szólni, hogyan tudjuk életben maradni egészséges, ez a legfontosabb dolog. Ahogy Juditka mondta, általában minden ember akkor kezd az egészségről úgy gondolkodni, amikor valamilyen problémája adódik, mert ez ahol vannak kivételek, a sportolók, illetve a terhesek általában hamarabb igyekeznek megelőzni a dolgokat, nincsen, hogy kapjanak bármilyen nevű megbetegedést. Hát én sportoló révén ugye 25-28 éve labdarúgok, azért nem kevés sérülésen mentem keresztül, az egyik legnagyobb sérülés az sajnos egy gerincsér volt, aztán persze volt egy nyílt alkartörés is, de az annyira nem számolt elő, mert ezt meg lehet operálni, viszont a gerincsérnél elgondolkodtam, hogy fogom-e tudni tovább folytatni a sportpályafutásomat, mert ugye a következő lépés az a szintén egy műtét lett volna, miután nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyságot tudnék mozogni. Teljesen emiatt megváltoztattam a gondolkodás módomat önmagamról és az egészségemről, és a ma este is az lenne a lényege, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy valami plusz információt visz haza, ugye mi nem tudunk senki mellett ott állni a plusz egy nőjelvel és megmondani, hogy mit csináljon, mit tegyen, hogyan mozogjon, hogy táplálkozzon, hogyan tartsa magát egészségesnek. Tehát ilyen lehetőségeket tudunk biztosítani, hogy információval segítünk ahhoz, hogy mindenki minél tovább tudja egészséges maradni. Most ugye kimondottan itt a fit fogalom meg az ehhez kapcsolódó életmódról lesz szó. Mindjárt az elején lehet látni, hogy mindenkinek másképp mutatkozik meg azt, hogy mit jelent az, hogy fitnek lenni.
Ugye valaki csak az egészséges táplálkozásra tud ilyenkor gondolni, valakinek egy minőségi életet jelent az, hogy fit, valaki egy jó edzettségi állapotot tud magának, különösen, hogyha testépítő, valaki szintén csak egy jó közérzetet kukál magának, valaki pedig az, hogy jelenálló legyen sok mindennel szemben. Tehát a fit az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Ugye itt lehet is látni, ez egy angol eredetű szóból származik, ami azt jelenti, hogy alkalmas, képzett, jó formában lévő. Nagyon fontos, hogy hogyan figyeljünk oda a testünk szükségleteire, és mindent igyekezünk megadni a testünknek, úgy gondolom, hogy az a lehető legtovább ellenálljon az élet bármilyen nemű kihívásának. A fitség ugye az teljesen más jelent, mint az egészség, majd erről mindjárt lesz szó. A fitség az egy pszichés fizikai állapot, gyakorlatilag, amely az egészséget is magában foglalja, valamint egy általános jó közérzetet és egy megnövekedett mindennapi teljesítő képességet, ettől különbözik a magától az egészségtől is. Illetve hogy itt lehet látni, az egészség a WHO, az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazása szerint egy testi, lelki, szociális jólétre utal, illetve arra, hogy jogunk van magán az egészségre és a lehető legjobb közérzetre. Egyúttal ugye nem lehet minden egészséges ember fitnek is nevezni, mint ahogy mondottam, ugye nem ugyanaz a két fogalom, mivel sok egyénnél hiányoznak azok a testi lelki tulajdonságok, amelyek ugye a fitség fogalmát kimeríteni, illetve a magáról a teljesítő képességről is ugye sok ember nem tesz meg mindent, hogy minél ellenállóbb a lehető legmaximálisabb testi képessége legyen, bár ettől függetlenül még lehet egészséges. Ugye itt említettük, hogy a fitség az többet is jelent ezáltal, mivel a személy tudatosan fejleszti a teljesítő képességét, rendszeresen testmozog, és egy nagyon-nagyon jó kiválasztott, megfelelő életmódot, egy életformát sajátít el. Meg tudunk különböztetni egészségedzést, és meg tudunk különböztetni fit edzést. Az egészségedzés gyakorlatilag akkor mondjuk valakire, hogyha kimozdul a komfortzónából, aki mondjuk otthon ül általában tévét néz, nem mozog, és úgy gondolja, hogy neki ez kevés, feláll, sétál egy pár kilométert, vagy rendszeresen bejutna az életébe, az életciklusába egy néhány kis kocogást, viszont a fitségedzés sokkal többet jelent az egészségedzés, mert tudatosan figyel az illető mozgás rendszerességre, és tudatosan építi fel a táplálkozásával, illetve magának az edzés programjával a fit edzését. Aztán ugye különböző részei vannak a fitness életmódnak, ugye ez a fő témakörünk. Káros szokások mellőzése, ugye nem kell mondani a dohányzást, alkoholfogyasztást, ezt mindenki ugye magának tudja dönteni, hogy mennyit ér meg neki egy napi cigaretta. Aztán a helyes táplálkozás és az antioxidánsokban gazdag tápláléki egészítőt, ugye Juditka utalt erre, hogy a Forever cégnek kiváló termékei vannak, erről is lesz a későbbiekben szó. Aztán részei a stresszmentes élet, ugye ezt nem mindenki tudja elsajátítani, szinte senki, lehetetlen stressz nélkül élni, de igyekezik el minél kevésbé felhúzni magunkat különböző felesleges dolgok, mert a leggyíkosabb ok az a stressz az egészséggel szemben, nem is érezzük, és teljesen szép ügyegyék van a szervezetünket. És nagyon fontos, ritkán esik szó az a rendszeres orvosi ellenőrzésről, gondolok itt különböző szőlővizsgálatok, vastagbélrákszűrés, mellrákszűrés, női aszpiszűrés, nőké, tehát ezeket tüdőszűrés, tehát ezeket érdemes követni, hogy minél tisztább, minél jobban tisztában legyünk az egészségügyi helyzetünkkel. Aztán különböző tényeket sorolni föl, Magyarország, illetve európai vonatkozású adatokat. Európa lakosságának 92%-a a C-vitamin hiányos, ezáltal egy skorbutos, aztán mellrákban meghal 3-4 óránként egy nő. Magyarország népessége gombás fertőzésben szenved, ez is szinte már népbetegségnek mondható. Minden harmadik ember találkozik a daganat valamelyik formájával. 80 kg szintetikus műanyagot fogyasztunk évente, ugye viszünk be a szervezetünkbe, ezek káros anyagok fel tudnak halmozódni, igyekszünk lélektelíteni, de nem minden esetben tudjuk, hogy hogyan kell, és ezek mindenképpen károsak a szervezetre. Nem beszélve, hogy az allergiáról szinte megint népbetegségnek számít, csontritkulást is ide tudom sorolni, mint népbetegség. Aztán a súlyprobléma, ugye a estének fő témája a súlyprobléma és az ehhez kapcsolódó egészségügyi károsodás, illetve 40%-a a hazánk lakosságának túlsúllyal küzd, és nem is tudják, hogy milyen életveszélyben vannak, mert az egyik leggyilkosabb dolog a túlsúly, mert nem érezzük, és csak ha okoz némi nemű tünetet, akkor az már nem biztos, hogy vissza tudjuk fordítani. Aztán a szívrendszeri probléma szintén nagyon fontos
adat, gyakorlatilag vezető halálok Magyarországon, a szívrendszeri problémában meghalt gyerek száma. Világon évente 1000 milliárd dollár értékű gyógyszer fogy, rengeteget fogyasztunk gyógyszert, ugye ezeknek a gyógyszereknek sajnos van mellékhatása is, mert azt mondják, amelyik gyógyszer nem hat, annak nincs mellékhatása, vagy amelyik hat, annak van mellékhatása is, és sajnos sokan mellékhatásban tudnak megbetegedni. Aztán ugye a gyógyszervégezésről ugye volt szó, a drogfogyasztás szintén egy ilyen klasszikus problémának mondható Magyarországon is, Európában is, cigarettával szintén beszéltünk, és az alkoholfogyasztás is ugye nagyon-nagyon fontos oki tényező az egészségkárosodásban. Nem beszélve az elhízás miatt, illetve a magasérnyelés miatt ugye kialakult cukorbetegek száma folyamatosan, mivel erre is érdemes odafigyelni. Illetve a testmozgás hiánya, egy család átlag 6 órát néz tévét, tehát ül ott, ha nem mozog semmit. Gyakorlatilag ez egyenlő, majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy hosszú távon valaki megássa a saját sírját, hogyha nem változtat ezen. Ezáltal tudom azt mondani, miért fontos a testmozgás. Ugye a mozgásszegény életmód 2-szer olyan halálos, mint maga az elhízás, tehát nagyon oda kell figyelni. Aztán 10%-kal tudja csökkenteni halálozást, hogyha elkezdünk testmozogni, különösen a szívrendszeri betegségeknél 20%-os ez az érték. A daganatok előfordulását szintén kedvezően tudja befolyásolni a testmozgás, illetve a kettes típusú, az idősebb kori cukorbetegségnek a folyamatát, kialakulását szintén tudja kedvezően befolyásolni, ha csak elkezdünk általában testmozogni, vagy rendszerességet testmozogni. Ugye a Hippokratészi esküt, amikor letesszük, arra esküszünk fel lehető legbiztosabb információt, a lehető legjobb módon igyekszünk valakinek az egészségét megőriztetni. Hippokratész mondta is, hogy ha minden személynek biztosítani tudnánk a megfelelő mennyiségű táplálékot és testmozgást, nem sokat, és nem túl keveset, és nem is túl sokat, tehát a megfelelő arányban, akkor megtalálnánk a legbiztosabb utat az egészséghez. Tehát ebben a mondatban szinte benne van minden, ami kell ahhoz, hogy egészségesek tudjunk maradni. Ugye van egy kiváló adat arra, hogy napjainkban hogyan alakulnak különböző zöldségek, gyümölcsök, vitamin és ásványanyag tartalma. Mindjárt mondom, hogy kapcsolódik ez ide. Ezt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem végezte ezt a vizsgálatot, ugye 2005-ig lehet látni, de ha napjainkig néznénk, akkor valahol itt lehetnének lent a oszlopdiagramoknak az értékei. Például, hogyha a búzának az értékét nézzük, a vitamin tartalmát, hogy 35,4%-osan csökkent le, földi embernél például 32%, tehát ezek drasztikus számok. Ez azt akarom mondani, hogy hiába próbálnánk ugye helyesen táplálkozni, sajnos nem megfelelő, nem tudjuk megadni a szervezetünknek azt a szükséget, ami van, igénye van. Ezért kell táplálék kiegészítőkhöz folyamodni, és nem mindegy, hogy milyen táplálékiegészítő, tehát mindenképpen, aki szeretne táplálékiegészítőt fogyasztani, igyekezzen minőségit, tehát olyan táplálékiegészítőt, amiben biztos, hogy benne van az a megfelelő hatóanyag. Ugye rengeteg termék elérhető a piacon, csak nem mindegyik tudja megfelelő hatást biztosítani. Tehát engem ez a cég meggyőzött több okból, kifolyólag a minősítéseiből, kifolyólag a saját tapasztalat alapján. Tehát mindenképpen ez az egyik olyan csatlakozási pont, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, mert rengeteg betegség alapja a hiánybetegség, hogy nem adjuk meg a szervezetünknek, nem azért, hogy nem akarjuk, hanem képtelenek vagyunk, hogy az előbb felvetett tápra miatt, és ezáltal a szervezetnek hiánya támad sok mindenben, legyen az mondjuk kálcium hiány, vagy D-vitamin hiány, és ezáltal alakulhat ki például a különböző csontritkulás, csontori és bármilyen olyan probléma, ami régen időskorban volt jellemző, mai világban pedig fiatalkorban, és ugyanúgy elérhető sajnos. Ez egy nagyon-nagyon fontos témakört érdemes tisztázni, a metabolikus X-szindrómát, amely egy nagyon-nagyon gyilkos szindrómának is lehet ezt nevezni, szintén ide kapcsolódik a fit életmód, illetve az egészséges táplálkozáshoz. Ugye, mint lehet látni, korunk népbetegsége, ez egy anyagcserezavar együttes, tehát több egymással összefüggő folyamatról van szó, jóléti szindrómának is lehet nevezni, hiszen amikor kifejlődik, itt szerepet kap a többletként nevű táplálék mennyiség. Tehát, ahogy Hippokratész mondta, hogy nem túl keveset, nem túl sok, hogy ahhoz kellene folyamodjunk, csak ugye a magyar ember tisztelt a kivételnek, mivel bőségszabadával szenvedünk, bőven is igyekszünk táplálkozni, és sokszor annyit teszünk, ami már túl sok a szervezetnek, ennek meg lesznek a szervi következménye is. Ez egy civilizációs betegség, a helytelen életmód és táplálkozás hatására lappangba indul el, tehát tünetszegény, pont ezért mondom, hogy nagyon-nagyon gyilkos a dolog, és egyszer csak azt veszünk észre, hogy kialakult nálunk egy magas vérnyomás, kialakult egy érszűkület,
És mondom, sokszor olyankor kerül felismerésre egy dolog, amikor nem biztos, hogy tudunk befolyást gyakorolni, és vissza tudjuk fordítani a folyamatot. Aztán az X-szindrómának a kialakulásának az alapja lehet az inzulin rezisztencia, ezt majd bőven meg ki fogom fejteni későbbiekben. És lehet látni, hogy maga a metabolikus szindróma milyen tünetekkel tud társulni, ugye szívbetegség, zsíranyagcserezavar, kettes típusú cukorbetegség, tud kapcsolódni sajnos a rák előfordulásához, hogy valaki jelzi, illetve a nőknél szokott előfordulni ez a policisztás ovárium szindróma. Tehát komolyan kell venni ezzel, azt akarom hangsúlyozni. És szokták említeni ezt a halálos négyest, ezt a hasi elhízást, zsíranyagcserezavar, magas vérnyomás és cukoranyagcserezavar. Ebből a négy tünet együttesből, hogyha három jelent van az illetőben, akkor tudjuk biztosan azt mondani, hogy valaki ebben a metabolikus szindrómában szenved, de értelemszerűen nem kell megvárni, hogy a három kijöjjön, hanem ha már valahol jelentkezik valami probléma, hogy érezzük, hogy nem jó a közérzetünk, hogy bármennyi, hogy elmegyünk egy kivizsgálásra, akkor igyekezzünk a információ birtokában a lehető legtöbbet megtenni, hogy megállítsuk, vagy esetleg visszafordítsuk az adott folyamatot, mert későbbiekben mondott, valamint kemény károsodásokat tud elindítani sajnos. Szalma típusú elhízás, ugye a köldök és a szemérendcsont között lehet látni, gyakorlatilag egy takarékos génen, genetikájára vezetik vissza, hogy amikor az ősember régen nem jutott elég táplálékhoz, ugye vadászni kellett neki, és milyen is, hogyha nagyobb vadat elejtettek, ugye azt eltették, és amikor megették a szervezet egészen raktálni ezeket a hatanyagot, meg a aminosavakat, a fehérjéket, hogy a későbbi egészséges időszak is jusson a szervezetben. Most a mai világban ezek a takarékosságnak ugyanúgy megvannak a szervezetünkben, viszont az a különbség, hogy ma rengeteg étel van körülöttünk, tehát nem kell érte csúszni, nászni, vadászni, stb. Tehát ugyanúgy, hogy táplálkozunk, sokszor többet is viszünk be, szépen ezek a gének meg kell raktároznánk zsírformájában, és ekkor indul el sajnos az elhízás. Akkor tudjuk biztosan mondani, hogy valakinek valami típus elhízása van, hogyha nők esetében 80-85 cm-t meghaladja az alsó körfogat, férfiak nem ugyan 102 cm fölé megy. Szóval ugye beszéltünk a zsíranyagcseréről, hogy itt különböző laborértékeket próbálunk így bemutatni, hogy hol kezdődik el a probléma, hogy a koleszterin, vérkoleszterin szintje 5,2 millimol per liter fölött, mondhatjuk azt, hogy valakinek emelkedett a koleszterin szintje. Figyelni kell a HDL-t, az a jó koleszterint, ugye ennek a értéknek kellene magasnak lenni, az LDL koleszterin, meg pedig az most nincs ide, annak pedig alacsonyabb lenni, csak ilyen esetben valaki elhízással küzdött, az arány megborul, és a HDL az sajnos ugye alacsony lesz. És akkor beszélünk kóros értékről, hogyha nők esetében ugye ezen az érték az 1,25 millivolt per liter érték alá megy, férfiaknál ugye valamivel kicsebb, 1,03 millivolt per liter alá. És nagyon fontos még, hogy emelkedik ilyen esetben a triglicerid szint is elhízás során. Ez viszont annyiban tud járni, hozzájárul az egészségkárosodáshoz, hogy gyorsítja az érelmesedés folyamatát, fokozza azt a bizonyos inzulin rezisztenciát, amit majd ki fogok fejteni, és tudja gátolni sajnos a változatnak a cukor felhasználását, hogy ezek mind a három nagyon-nagyon káros következménye a triglicerid szint emelkedésnek, és lehet látni itt egy beteg érfalnak az átmérőjét, a lumenét mutatnám, hogy így el tudja tömíteni a zsír, a koleszterin berakódás, és gyakorlatilag csak ilyen pici lyukon folyik az a vér, tehát ez azt jelenti, hogy nem tud oda jutni az oxigén, illetve a tápanyag a megfelelő helyre, és ez óriási szervkárosodásokat is tud okozni, és mindez csak abból indul el, hogy nem figyelünk oda a táplálkozásra, vagy a testmozgásunkra. Aztán a magas vérnyomás szintén népbetegség, itt ugye akkor beszélünk a magas vérnyomásról, akinek 140-90 higanyérméter fölé emelkedik, viszont ha valaki ebben a szindrómában szenved, ott a 135-85-ös érték az a mérvadó, tehát a fölött, mert a 140-es is magas vérnyomásnak számít, és ugye leggyakrabban az elhízással ez a magas vérnyomás páros az összes többi tünet közül. Ugye nyilván vigyázni kell rá, mert szívérrendszeri betegségeknek hatalmas rizikó tényezője a magas vérnyomás. Aztán cukornyagcserezavar volt a negyedik tünetegyüttes, a gyilkos négyes közül. Itt szoktuk nézni az éjgyomri vércukorszintet, ez hogyha 5,9 millimol per liter fölé emelkedik, akkor beszéltünk cukorbetegségről, itt az étkezés utáni cukrot szokták még vizsgálni, az 11,1 millimol per liter.
És ugye itt jön be, hogy a magas cukor, a túlzott táplálékbevitel ugye hogyan fejti ki, hogyan tudja kialakítani ezt az inzulin rezisztenciát. Ugye az inzulinra azt kell tudni, hogy a hasnyálmirigy termeli, és azért szükséges, hogy a vércukor beépüljön a sejtek, hogy a sejtek a cukorból táplálkoznak. Na most, hogyha a sejteknek magasabb vércukorszint, az úgy meg tudja dobni az inzulin szintet, hogy nem lesz hatékony a működése. Tehát olyan, mintha állandóan ott lenne az inzulin a szervezetünkben, de nem tudja kifejteni a hatást. Ezáltal a hasnyálmirigy úgy érzékeli, hogy minek termel inzulint, úgysem tudja működtetni, és így megnő gyakorlatilag a vércukor szintje, állandósul a vérben, és ez okozhat igazából problémát, mert be tud sűrűsödni a vér, és a kisereg, legyen az a szemben, legyen az a vesében, el tudnak záródni, és ebből adódnak a különböző szervi szövődmények. Tehát a cukorbetegségnek ez a nagyon nagy veszélye, a szövődmények fekélyes sebé, és ugye nehezebben gyógyul egy sebb, és minden indul el, hogy túl sok cukrot viszünk be, és nem tudja a szervezet feldolgozni. Ennek következtében ugye károsodnak az érfalak, ugye ez ahhoz vezet, hogy a vérnyomás is fog növekedni, tehát az egymásba alakuló tünetegyüttesről van szó. Lehet kezelni a problémát, mégpedig különböző részjelenségeket kell ugye javítani, ugye az érrendszeri szövődményeket és magának a cukorbetegség kockázatát kellene csökkenteni. Különböző termékek állnak rendelkezésre, hanulaj, ginkó, arcsi, ezekről most részletesen nem fér be az idő, vagy mindegyikről tudjuk beszélni, de nagyon fontos maga a megelőzés ennél a metabolikus szindrómánál. Tehát az első az a testsúlycsökkentés lenne, legalább a súlyunk 7%-ával, akkor már nagyon nagyobb tennénk az egészségünk érdekében. És a második, ami elég nehéz, az életmódváltás. Itt teljesen a gondolkodásban kellene változtatni, nyilván ez információ kell, hogy mit, hogyan és mikor csináljunk. Például napi fél vagy napi egy óra közepesen intenzív mozgás beítani az életünkbe, vagy egyszerűen csak a kalóriabevitel odafigyelni, hogy ne legyen az a bizonyos inzulinrezisztencia, ne alakuljon ki nálunk. Ugye van mediterrán, illetve glikémiás étrend, ami elérhető. Nyilván ez a mediterrán étrend az ismeretes, zöldségek, gyümölcsök, sovány, húsok, olajos magva. Ami lényegesen, hogy van ez a glikémiás étrend, itt van ez a fogalom, ez a glikémiás index, az azt jelenti, hogy egy adott szénhidrát mennyire emeli meg a vércukor szintünket, százalékosan kifejezve. Most ugye a szőlőcukor a 100%-ban emeli meg, ezekhez képest ugye lehet látni egy burgonyafüré, vagy egy fehérkenyér, vagy egy kifüré, a 120%-ban emeli meg, tehát ez mondhatni nagyon káros, tehát ezekről érdemes lenne leszokni, és igyekezni kellene minél alacsonyabb értékű zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, például itt lehet a 15% alatti kardiót, vagy brokkolit választani, hazai gyümölcsöket választani, mert ezekkel biztosan nem ártunk a szervezetünknek. És akkor a Forever-nek is vannak programjai, amiről később lesz majd szó, a C9, a Fit 1, Fit 2 program. Most mindenképpen meg kell említeni egy fit életmód során, hogy hogyan építsünk föl, ezt minden a tudatosságon múlik. Az első lépés maga a méregtelenítés és a vértisztítás lenne, mert nagyon fontos, hogy említettem a méregtelenítés során, hogy mennyi műanyagot teszünk meg, 80 kg műanyagot, meg egyéb méreganyagot is a táplálkozásunk során. Ez mind fel tud halmazódni a szervezetünkben, lerakódik a májban, a májban nem képes ugye kiválasztani, és a zsírsejtekben a méreganyagok tudnak raktározódni, és nyilván nem kellemes tudnak a szervezetnek, hogy ott vannak. Hogyan ide a maga a vértisztítás? Ugye az immunrendszerünk 70% az a vérrendszerünkben van, tehát meg gyakorlatilag a tápanyagok is a vékony vérben szívódnak, fúgy a vastag vérben a fizikai sók és a víz. Tehát mindenképpen egy tiszta vérrendszer alapvető része megfelelő immunműködésnek és a megfelelő nemésztő funkciónak. Nagyon fontos a méregtelenítés során a bőrt folyadékfogyasztás, ezt nem szabad elfelejteni, azért is van kiemelve pirossal, mert ugye szokták, főleg a lányok, hogy elvannak egy napi fél liter vagy egy liter folyadékkal, ami nagyon káros dolog, mert a szervezetnek van vízigénye, és ha nem adjuk meg a folyadékot, akkor el fogja máshonnan menni a szervezet, például az izületi nedvekből, tért, könnyök, egyéb izületi helyekről, és így jobban fognak kopni az izületeink. Gyakorlatilag ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy ahogy használjuk, sportolunk, mozgunk, stb. Gyulladásos izületi fájdalmat tudnak kialakulni. Tehát ezt meg tudjuk akadályozni szimpla földékfogyasztásnak a megemelésével. És egy liter földékot érdemes 20 testű kilogrammonként fogyasztani, tehát ki lehet számolni, hány kiló, napi szinten mennyit kellene meginni.
Aztán ugye említettem az emésztőrendszernek a fontosságát, ugyanis, hogyha például túlzott cukor, vagy finom ízbevitellel, vagy kevés zöldséget fogyasztunk, ennek következtében a BL-traktus az el tud törődni, akkor rosszabb hatékonysággal fog működni maga a felszívó része is a BL-nek. És nem utolsó sorban érdemes megemlíteni azokat a jó baktériumokat, amelyek a vastagbelegben lapoznak. Ugye mindenkinek van ezek a bifidus baktérium, biztos lehet hallani reklámokból. És nem mindegy, hogy ezeknek a száma gyakorlatilag, vagy az aránya a rossz baktériumhoz képest mennyi. Itt lehet látni a jó és a rossz baktériumok arányát, hogy 85-15%-os ez lenne az elfogadható arány, és a jó baktériumok hozzájárulnak az immunrendszerünknek a működéséhez. Na most, hogyha valaki antibiotikum kúrát fogyaszt rendszeresen, vagy akár csak egyszer, az antibiotikumok általában széles spektrumúak, vannak nyilván célzott antibiotikumok, de sajnos ki tudják ölni a jó baktériumot is. Vagy például valaki édesítőszereket fogyasztjukban, vagy túl sok cukrot visz be, ez sem feltétlenül jó a jó baktériumoknak, és a számuk csökkeni fog. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy az immunrendszerünk nem fog hatékonyan működni, és akkor lesz a visszatérő megfázás, nehezen gyógyuló betegségek, meg maga az egész immunrendszer nem lesz hatékony. Tehát ezeket a baktériumokat ugye vissza tudjuk pótolni, például ezért nagyon fontos ez a termék, ez a probiotik, ebben 30 vagy 6-féle baktérium van, 6-10 a hatodikon csíraszámban, tehát egy egész magas csíraszámban érhető el, és ebben a kis havi adagban 30 kapszula van, tehát gyakorlatilag egy hónap alatt elfogyasztva nagyon sokat teszünk a jó baktérium visszaépítésében. És ehhez szükséges ez a citromsárga naturgél, amely gyakorlatilag egy ilyen prebiotikum, egy ilyen előtáptalaja ezeknek a baktériumoknak, hogy el tudjon szépen szaporodni a vastagbélben. Aztán ugye a zöldség tabletták, ez a Fields of Greens, ugye ilyen mikrorostokat is tartalmaz, nagyon szépen tudja magát a BL bolyrokat kitisztítani, ezáltal magát a felszívódásokat tudja hatékonyan növelni, illetve elérhető még a Forever cégnek ez a teája, ez gyakorlatilag folyadékfogyasztást tudjuk vele pótolni. Aztán fontos a vitaminpótlásról is beszélni, hogyha valaki elkezd egészségesen gondolkodni, mert a vitaminek is folyamatosan ürülnek a szervezetünkből, és mint említettem, a táplálékból, ugye az oszlopdiagramról, hogyha visszaemlékszünk, nem tudjuk bevinni azt a mennyiséget, ami szükséges lenne napi szinten. Ezáltal kell táplálékképzőt figyelme bevinni, például itt van az a déli vitamin, ebben egy 55 hatanyagot tartalmazó komplex vitamin csomagban, tehát ha valaki napi szinten fogyasztaná, akkor nagyon-nagyon sokat tenne az egészségéért, és elérhető még ez a kicsit, ami főleg gyerekeknek szól, ugye javasol az ízre miatt, ebben 20 féle zöldséggyümölcs vegyülete van, és van egy 4-sős 18 féle zöldséggyümölcs keveréke. Aztán fit életmód fogalmához szintén hozzátartozik maga az ízületvédelem, ahogy említettem, hogy folyamatosan kopnak, folyamatosan elhasználódnak az ízületeink, ugye nekem valószínűleg azért alakulhatott ki a gerincsért, mert kevesebb folyadékot is ittam, meg nem vittem be különböző ízületvédő anyagokat, de ugye nekem javasolták annak idején ezt a Freedom Gelt, amiben glükózamin szulfát, kondroitin szulfát, valami olyan anyagok, ami az épp porsejteket ugye meg tudják erősíteni, illetve vissza tudják építeni, vagy illetve mondták nekem ezt az aktív hialuronsavat, ezzel pedig magát az ízületi ledvet tudjuk visszapótolni, mert a hialuronsav molekulának van egy nagyon magas vízmegkötő tulajdonsága, egy molekulája 1000 molekula vizet képes megkötni, nyilván ehhez a termékhez kell a bő folyadékfogyasztás, és így el tudjuk kerülni azt a veszélyt, hogy ugye az ízületeink jobban fognak súrlódni egymáshoz. Aztán említeném még a mire kapcsolódóan az ásványanyag tabletta, hogy folyamatosan veszítjük az ásványanyagot, főleg egy ilyen hasmenéses járványos időszakban, illetve a kálcium tabletta, hogy a megfelelő csontosodáshoz kialakuljon, illetve aki ebben kálcium hiányban szenved, nyilván odáig is fajult a dolog, hogy jobban törhet a csontja például. Ebben a kálciumban nem csak kálcium van, hanem D-vitamin, cink és magnézium, tehát egy komplex vegyület, komplex hatóanyag tartalom a termékben. És ugye nem beszélve magáról a diétán, ugye beszéltünk testmozgásról, meg tudunk beszélni diétán, ugye a diéta az egy speciálisan összeállított étrend, ami nem jelenti a szervezet éhesztetését, és nem jelent feltétlen fogyást. Ugye ezzel a fogalommal is érdemes tisztában lenni, de sokszor, aki diétázik, az inkább azt mondja, hogy csak naponta egyszer eszek, vagy inkább nem is eszek.
nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, mert a szervezetet, hogyha kiéheztetjük, és utána pár napra ráeszünk, akkor a szervezet úgy érzékeli, mint hogy az őskorban, hogy azonnal tartalékolni kell a tápanyagot, és akkor mindent beépít a zsírszövetbe. Tehát pont átunk azzal, hogy nem eszünk. Tehát itt az lenne a lényeges, hogy egy kiegyensúlyozottság legyen, és napi szinten azt szokták mondani, hogy ilyen ötszöri étkezés kellene tartani, az lenne a normális. Hát nyilván rohanyú életmódot folytatva, nekem sem sikerül mindig tartani, de igyekezni kell, mert ugye látjuk a következményeit, hogyha nem tartjuk be. Aztán a diéta összeállítása az szintén sok mindentől függhet. Például a testépítők esetében, főleg, hogyha tömeget növelnek, akkor szénre túlsabb ételeket tartják előtérben, aki viszont fogyivágy, mert az csökkentett kalóriabevitelt kell, hogy előidézzen, viszont meg kell adni a minimális zsírtartalmat, és a fehér és a szénhidrát mennyiségre nagyon oda kell figyelni. És nagyon fontos, hogy a diéta, illetve a testmozgás az összefügg. Tehát nem lehet fogyni csak testmozgással, és nem lehet fogyni csak diétával, a kettőt nagyon összehangoltan kell működtetni. És ugye erre jó ez az életmód program a Forever-nél, a C9, a Clean 9, a Fit 1 és a Fit 2. Itt látható a Fit 2 dobozat, pedig a Clean 9 dobozat. Gyakorlatilag én a Clean 9-el kétszer vagy háromszor már próbálkoztam. Az első két nap, hogy mindjárt lesz egy részletes leírás, az egy picit keményebb, de utána a 9. nap végén hihetetlen érzés, amit tud adni maga a program. Nem csak azt, hogy 4-5 kilót is le tudunk vele dobni, hanem maga azt, hogy hogyan kezdünk el gondolkodni az egészségünkre, hogyan kezdünk el gondolkodni a táplálkozásunkról. Tehát ez pont arra hivatkozott a Clean 9, hogy elindítson egy úton, az összes többi, a Fit 1, Fit 2 pedig az, hogy rajta is tartson azon a bizonyos úton. De nyilván például itt van a Fit 2 program, az egy picit komolyan, az a legkomolyabb program, tehát ott kíván a legnagyobb önuralmat meg ez a program, mert itt szól arról a program, hogy szákásítja a testet, tehát teljesen át tudjuk alakítani a jelenlegi testünket, nyilván nem mindenkinek ez a célja, de ha valaki csak Clean 9 vagy a Fit 1 programban már jó formában hozza magát, tehát az eredményt önmagának fogja tudni, és az érzés azt nem veszi el senkitől. Aztán a Clean 9 csomag miből terülik össze, ugye van benne ez a citromsárga gél, van benne ultralight por, ami csoki vanília ízben érhető el, illetve van a gázszínjakusz, az egy zsidégető tabletta, egy anyagcserefokozó Forever Term tabletta, és van egy rost tartalmú tasak. A fit csomagok szinte hasonlóak, annyi kivétellel, hogy van benne egy plusz ilyen protein szelet, gyakorlatilag itt egy ilyen plusz étkezést tud biztosítani, amikor fehérjére van szüksége a szervezetnek. Aztán így röviden egy-egy mondatban a termékek, ugye magáról a Naturgélről azt lehet elmondani, egy nagyon-nagyon komplex termék. Ugye a méregtelítés során említettem, hogy egy fontos alapterméke a cégnek, illetve hogy a bélbaktériumokat vissza tudjuk szépen építeni, ahhoz is nagyon szükséges. Nagyon jól tudja szabályozni az immunrendszerünket ezáltal, nagyon kíván tudja javítani az emésztésünket, illetve vírus, csíra, baktérium és gomba előtt, tehát ilyen megfelelási időszakban is jótékony hatással bír. Nem beszél, hogy a hám regeneráló hatásáról, tehát fekély problémán a gyomorfekély esetében, vagy gyomorfekély esetében szoktuk javasolni a terméket is. Aztán, hogy beszéltem erről a fehérje porról, ez gyakorlatilag nagyon magas protein és antioxidáns tartalmú termék. Azért fontos a programban, mert órákra képes ezt a tehetségészetet biztosítani. Ezzel ezt pont egy-egy étkezést ki tudunk váltani vele a program során, és nem azt érezzük, hogy na éhesek vagyunk és ennünk kell, hanem megiszunk egy pohár ilyen séket, és akkor gyakorlatilag a következő étkezésig kibírja a szervezetünk. Aztán beszéltem erről a Garciniára, az egy zsírégető tabletta, ez a hidroxid citromsav található meg benne, ez egy ilyen Garcinia kambodzsa fának a gyümölcsének a hatóanyag tartalma, ezt elősegíti, hogy a zsírok energiává alakuljanak. És van még benne króm is, ugye a krómról érdemes tudni, nagyon kiváló vércukorszint csökkentő, és tudja csökkenteni az étvágyat. Nyilván úgy van összerakva a program, hogy az étvágycsökkentés is azért szerepet kapjon. És nagyon pozitív tulajdonsága a terméknek, hogy a sárga és a barna zsírt is képes mondani. Aztán szintén egy komplex terméke a csomagnak ez a terv, anyagcserefokozó. Itt láthatóak a összetevők, de mindjárt részletesek, milyen van benne. Zöld tealevél, a kiváló antioxidáns hatású, a szabadgyököket képes semlegesíteni, ugye a zöld teáról tudjuk, hogy egy nagyon kiváló rákmegelőző hatással is bír, illetve nagyon jól tudja fokozni az anyagcserét, ezáltal a zsírégetést is.
aztán van benne a robusta kávémag, mindig még csak egy termékről beszélünk, tehát nem egy hatóanyag van benne nagyon sok. A kávémagnak is szintén zsírégető antioxidáns hatása van, és nagyon jó jótékonyan tudja befolyásolni a szénhidrát és mind az inzulin anyagcserét is. Akkor erről a guaranáról még nem esett szó, ez a guarana található meg ezekben a fa energiaitalokban, ugye nagyon fontos részét képezi a fit életmódnak, mert sok egyének szüksége van a plusz energiákra, akkor érdemes olyan terméket fogyasztani, ami biztos, hogy nem károsítja a saját szívvel rendszerét. Ugyanis a guarana, ugye az nem koffein, az összes többi ilyen termékben, amit lehet a piacon elérni, koffein van, viszont koffeinszerű hatással bír, de mégsem dobja meg annyira a szív frekvenciát, hogy kiugrik a szívünk a helyéről. Viszont egy kiváló állóképességet tud adni, és kiválóan tudja stimulálni az elménket is. Aztán vannak már a ketonok is, még mindig csak a tervről beszélünk, tehát egy termékünkről. Az szintén tudja csökkenteni az étvágyat, és csökkenti a zsírraktározást. Tehát ezek a termékek nyilván úgy vannak összeállítva, hogy a program részében pozitív különbségben bírjanak. Aztán összességében, hogy a tervről le lehet mondani, fokozza a teljesítményt, fokozza az anyagcserét, a vércukorszintet tudja stabilizálni, tudja csökkenteni a zsírunkat, tehát ez egy kiváló termék, és viszonylagosan új. Ez a nagyon fontos az étrendben a rost bevitel, ezzel ezt a forever fiberrel tudjuk biztosítani. Négyféle növényi rostot tartalmaz, 5 g per adag gyorsan oldó rost. Ugye itt az összetevőket lehet látni, kukoricarost, kukoricadextrin, fruktooligoszaharid és akácia gumi. Ugye az lenne a lényeg, hogy napi szinten 30 g rost legyen a bevitel. Ugye a rost az nagyon fontos a székját formálásában, nagyon fontos az, hogy különböző méreganyagok távozanak a bélrendszerünkből, de ha nem viszünk be sok rostot, akkor ugye maga a székelés is nem lesz napi szintű, hanem akár heti szintre is átalakult, az viszont ugye nem kellemes eleve, hogy felpuffadunk tőle, meg eleve rengeteg méreganyag fel tud szívódni a bélrendszerben, tehát mindenképpen figyelni kell a rost bevitelre. És egy adag ilyen fiber, egy ilyen tasak, az gyakorlatilag másfél csésze barna rizs, vagy kettő szelet teljes kiölési pirítósnak a rost tartalmával egyenértékű, tehát igen komoly hatóanyag mennyiség van egy-egy tasakban. Aztán beszéltünk erről a fehérje szeletről, hogy a Fit1 és a Fit2 programban érhető el. Ez fahéj és csokoládé ízben található, és nagyon magas a fehérje tartalma, tehát egy-egy ilyen délutáni kis uzsonnaszerű étkezést ki tudunk vele váltani. És magáról a programból tényleg csak röviden, hogy hogyan épül föl a Clean 9 a legelterjedtebb program, mert 9 nap azt által mindenki meg tudja tartani, de 30 nap az már nagyobb erőt igényel, nagyobb önuralmat igényel. Az első két nap az, ami viszonylag úgymond drasztikusabb a Clean 9 során, lehet itt látni. Ugye itt a reggeli az ugye tabletta, Garcinia tabletta, ugye aloe vera gélből áll, a Forever Termből, az a kompenzált anyag tartalmú termékből, és ugye itt van egy kis reggeli fél órás testmozgás. A 10 óra, hogy ezt könnyű megjegyezni minden programban, mert ez a rost, ez a fiber biztosítja nekünk a 10 óraikat. Az ebéd az első két nap szintén ugye a Garcinia, a Term, és itt egy kis light por, egy fehérje port le tudunk iktatni. És a vacsora pedig Garcinia, aloe vera, és még lefekvéskor szintén kis vizet aloe verával érdemes fogyasztani. Az első két napban gyakorlatilag szilárd táplálékot nem javaslunk fogyasztani, ez a méregtelenítő folyamat. Tehát ezt ki kell bírni, főleg mentálisan kell kibírni, tehát túl lehet élni, mert több ember megcsinálta már. És a harmadik naptól annyiban változik majd a program, hogy itt a vacsoránál egy 600 kalóriás étkezést be tudunk iktatni. Férfiaknál nyilván föl lehet emelni, a férfiaknak magasabb az anyagcsere igénye, 800 kalória is, de gyakorlatilag az összes többi szinte hasonlít. Ezzel szemben maga a Fit1 program, ami sokkal többről szól, mint a Clean 9 program, az ugye ott 30 nap. Itt reggel aloe vera géllel kezdünk, ugyanúgy a Term tablettát visszük be, és itt már reggel tudunk fehérje port bevinni, ugyanúgy a 10 óra az marad a fiber, ahogy beszéltük. Délután egy-egy proteinszeletet meg tudunk enni, és vacsorára pedig itt az a lényeges, hogy itt már magasabb kalóriaértékről beszélhetünk. Ugye itt férfiak esetében a Fit1-nél egy 1700-1900 kilokalóriát tudunk bevinni, vagy ajánlatos, nők esetében pedig 1200-1400 kilokalóriát, hogy a Clean 9 során ugye 600, illetve 800 óta megengedett, teljesen más a cél. Itt ebben a programban a legfontosabb az, hogy kitűzünk egy olyan testsúlyt,
amit reálisan el is tudunk érni, mert hiába tűzünk ki azt, hogy mit tudom, 100 kiló vagyok és 45 akarok lenni, hát irreális a dolog, és nyilván nem fog működni, tehát akkor csalódunk magában a programban is, illetve nem fogjuk bátran ajánlani az ismerősünknek. Ez nagyon fontos a FIT program részénél a rendszeres testmozgás beépítése, a bemelegítés, nyújtás, stb. De vannak különböző személyedzők, akik tudnak ebben segíteni. A FIT 2 program, ami a következő lépés, következő 30 napos program, az már maga a szákásítás folyamata. Ugyanaz az összetétel a napi rutinnak, annyi különbséggel, hogy a vacsoránál már szintén emelkedik a bevitt kalória értéke, míg 1500-1700 kalóriára beszéltünk félkeresztében, itt viszont 2000-2200 kilokalória, a nőknél pedig 1700 kilokalória. Tehát az a lényeg a programnak, hogy fokozatosan adjuk meg a szervezetnek a táplálékot a megfelelő összetételben, és azáltal ugye arra készítjük a szervezetünket, hogy szépen átalakulja, szépen lebontsa a zsírunkat, mert ugye energiát meg kell nyerni a szervezetnek, honnan tud energiát nyerni, hogyha a raktárakból felhasználja. És ezért ugye mondtam az elején, hogy nem szabad megbombázni nagyobb mennyiségű táplálékkal a szervezetünket, mert azonnal elraktározza, és viszont különböző károsokat tud elérni sajnos. Összefoglalóan el tudjuk mondani, hogyha valaki kialakít ezt a fit életmódot, akkor sokkal ellenállóbb lesz különböző külső-belső traumákkal szemben, illetve maga a közérzet az, amit nem tudunk, hogy is mondjam, a legjobb érzés, ha valaki mondjuk 100 kilóról le tud fogni 80 kilóra, és azt nem beszélhető azt az érzés senki. Illetve nagyon fontos a megfelelő gondolkodásmód kialakítása, mert ugye ez nem működne, nem elég csak bekapni a bogyókat, tehát nagyon nagy önkontroll, nagyon nagy önuralom kell, és az a bizonyos cél, amit ki kell tűzni, az levegye mindig a szemünk előtt, mert ha nem elég erős az a cél, akkor valaki a 9 nap alatt is el tud csávolni egy fagyinak, a sütinek, akkor gyakorlatilag oda az egész program, tehát ezt nem szabad megtenni. Ha meg tudjuk találni ezt a testi-lelki harmóniát, amit ugye mindenki próbál megtenni az élete során, akkor igazából boldogan tudja élni az életét, mert ugye számomra a legfontosabb boldogság az, hogyha egészséges tud maradni a szervezet, mert hiába van pénz, egyéb dolog, de ha nincs egészség, akkor nem tudjuk élvezni ezt a bizonyos dolgokat. Úgyhogy azt szeretném mindenkinek mondani, hogy az itt elhangzott alapján gondoljátok át, hogy kinek mit ér meg az egészsége, és nagyon nagy kitartást kívánok ehhez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a doktor úr, a remek előadást, megint sokat tanulhatunk. Én annyira szeretném, hogyha mindenki komolyan venni ezeket a dolgokat, mert mi, aki dolgozunk benne, szinte napi szinten találkozunk, vagy találjuk magunkat azzal szemben, hogy már 2 éve mondtam, hogy tegyen már valamit és csináljon, és mondjuk például megcsinálta a C9-es, az a mai példa, egy 60 körüli férfi, tényleg 120-ról ledobott 15 kilót, szuper volt, nem mondom, akkor ezt kellene folytatni egyre jobban, és minden, nem, mert így, meg ez, meg az, és akkor ma beszélek vele, hogy én tudom, 30-as cukorral komád be tavasszal, és volt, és minden, és visszaállt, stb. És ilyenkor nem tudok mit mondani, csak mérges vagyok, és azt mondom, hogy tehát legalább, hogy valami, és jó tapasztalatokat szereznek az emberek a programmal, a termékekkel, és egyszerűen nem veszik komolyan, hogy azt életmódot kell váltani. Mert lehet, hogy még csak a hasonlók nagy egy kicsi, de az már mutat arra, hogy kialakulhatnak, mert rosszul gondolunk valamit, nem jó a szénhidrát anyagcserénk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a soványok sem ülhetnek teljesen nyugodtan a helyükön, mert én tudok olyat, aki ilyen vékony és inzulin rezisztenciája van, és egy csomó ilyen cisztásodás, vagy minden. Tehát nem én izgetni akarok, csak tudatosanak kell lenni arra, hogy figyeljünk oda a dolgainkra, és hogy időben használjunk fel azokat a dolgokat, amit például a Forever biztosít számunkra, hagyjuk ki, amit ki kell, tegyük be, amit be kell. Ígértem, hogy most egy szakembert is meg fogom mutatni, hogy milyen tapasztalata van a C9-el, de sajnos még a fogfájásra nem tudom forever semmilyen, illetve a fájáltaló csapításra igen, de a megoldására nem, úgyhogy most ő fogászatom ez az edzőben, de megígértem, hogy legközelebb eljön. Ugyanis ez a program annyira jó, hogy már nem csak az orvosok állnak, hanem ezek a szakemberek, akik a testedzéssel, a táplálkozástudománnyal
és a fitséggel foglalkoznak, egyre többen mellénk állnak, mert nagyon sokan jelennek meg az edzőteremben, hogy hónapokig például, vagy több, egy-két hónapunk is járt volna, és meg sem mozdul a súlya. Tehát nem sokszor, ahogy mondta a doktor, nem elég csak a mozgás, hanem ugye ott van, hogy változtatni kell az étrenden. És nem mindegy, hogy, mert amitől én mondjuk hízok, azt más nyugodtan eheti, de erre oda kell személy szerint mindenkinek figyelni. Úgyhogy vegyük ezt komolyan. Ehhez a programhoz és az egész Forever Family családhoz tartozik egy úgymond üzleti lehetőség is, ami azzal kezdődik, hogy hogyan juthatunk a termékekhez, mert nyilván ez egy érdekes kérdés, hogyan tudjuk olcsóbbá tenni, ez is általában érdekes kérdés. Azoknak is, akik csak fogyasztók akarnak lenni, nyilván fontos, hogy a jót olcsóban vegyük meg. És vannak nagyon sokan, akik megkeressik ugye a testi, lelki, szociális jólétnek ezt a harmadik ágát is, a szociális jólétet. Itt azért annyira nem vagyunk elkényeztetve, a bőséggel ellátva itt az anyagiakban, tehát az sem mindegy, hogy ha ezzel esetleg egy komolyabb vállalkozást lehet felépíteni, akkor az hogyan lehetséges. Erre fogunk ezekre a kérdésekre a következő előadótól választ kapni. Ő már lassan 10 éve erősíti a Forever színeit. Egy katonatársával való találkozás kapcsán nagyon gyorsan felismerte, hogy ez számára is egy kiugrási lehetőség, hisz annó személyi gépkocsi vezető volt a TB-nél. Aztán mondták erre Anna, hogy úri sofőr, vagy valami ilyesmi. A munka lehet, hogy az volt, de a fizetésért szerintem most se lenne több, mint akkor. Tehát ha ő akkor nem hoz egy hirtelen és jó döntést, és nem mondja azt, hogy hú, ez nekem jó lesz, és mit kell csinálnom ide nekem, akkor ma nem lenne 6 számjegyű jövedelme minimum, és nem egyessel kezdődik, ahogy szoktuk mondani. Egy hatalmas csapatot vezet, nagyon jó érzékkel tudja megszólítani az embereket, és behozni ebben az üzletben, akár fogyasztóként, akár munkatársként. Úgyhogy a következő blogban hallgassák sok szeretettel Lukács László Senior Manager. Köszönöm szépen a bemutatást. Ja. Köszönöm, hallhatunk a tegeződésnél. Hello, sziasztok! Jó reggelt, szia! Kislány! Kicsit folytatnám, még köszönöm szépen a bemutatást és a bizalmat, hogy annál jövőt a felső vezetőn megbízik bennem, hogy ideállhatok önök elé, vagy elétek, meg az internet elé főleg. Na most a következő, engem igazából annól az volt meg, hogy tehát én 20 év voltam valóban, úgy hívtam a csókos sofőr, tehát igazgatói személyi sofőr, és én azért lettem gépkocsi vezető, mert láttam, hogy azok az emberek igazából nagyon nem dolgozzák magukat, rengeteg szabadidejük van, viszont pénzt is kaptam annó, amikor. Na most engem ugyanezt fogott meg ebben a lehetőségben, hogy nagyon nem dolgozom magam, lesz egy csomó szabadidőm, és a bevételem is olyan lesz, ami tőlem függ. De most ezzel akartam kiegészíteni, amit a Judit mondott. Igazából nekem az lenne a tisztem, hogy elmondjam nektek, hogy hogyan lehet a termékeket hozzájutni. Én ma gondoltam egy gondolatmenetet, remélem, hogy nem lesz erős. Jól állok így? Nagyon. Hogy mindenki maga döntse el, hogy mennyire fontos saját magának az egészsége. Ezeket a termékeket nem akarja senki senkire átuklálni, egyetlen egy emberre sem. Mi nem adunk el termékeket, mi felajánljuk azt a lehetőséget, hogy lehet egy kicsit egészségesebben élni, ha akarunk. És igazából volt egy mondás, szó szerint nem tudom idézni, ha én egészséges akarok lenni, akkor menjek el egy egészségügyi intézménybe, üljek le a betegek közé, 15 percet töltsek el ott, és kezdjen el nézegetni őket, és utána jöjjek ki, és 16. percben gondolkozzak el rajta, hogy most hogy akarok tartozni, vagy nem ide. Értjük? Tehát én azt kipróbáltam, de sajnos nem azért, mert én önkéntesen akartam oda menni. Én az onkológián voltam 2-7 óra osszát, mert volt egy elrákom. Igaz, hogy úgy menekültem elfele, mert sőt, akkor döbbentem rá,
hogy tulajdonképpen milyen jó, hogy én milyen jó helyen vagyok. És a termékeket én akkor pont egy éve nem fogyasztottam, egy akármilyen magánéleti sztori miatt, ehhez képest bejött ez a sztori. Na most utána olyan nagy mennyiségben elkezdtem fogyasztani, hogy nekem minden lehetett negatív azokra is. Itt mentálisan is helyre hoztam a sztorit. Most miért lényeges ez? Azért, mert én láttam olyanokat, akiket már most nem nagyon szívesen látnék. És nagy valószínűséggel azért mentem, tájékoztatták az embereket arról, hogy lehet, hogy kicsit egészségesebben is élni, mint hogy a doktor úr is elmondta, köszönjük az a prezentációját, hogy igazából hiánybetegségekről beszélünk, és hogyha a gondolkodásunk meg a testünk harmóniában működik, akkor egészségesen tudunk élni. Tehát hiába gondolkozunk pozitívul, ha a testünk hiányba szenved. De most ezzel lehet érdemes elgondolkozni az embernek, hogy van-e szükségem ma az étrend kiegészítőre bárkinek is, vagy nincs. Vagy hogy augusztus 29-én volt itt a világ legnagyobb network marketing üzlet tulajdonosa Rolf Kip, ő azt mondta, nem az június 21-én mondta. Június 21-én? Igen. A június mindegy, akkor mondta, hogy a kutatók már elmondták, megjósolták, hogy 10 év múlva a főétel fel fog cserélődni étrend kiegészítőkre. Ezeket nem Magyarországon találják, hanem a világ legokosabb, legértelmesebb kutatói. Na most akkor, ha már abban gondolkoznak a kutatók, hogy meg fog változni a főétkezésünk étrendkiegészítővé, és nem a steak lesz a főétkezésünk, vagy a húsleves, hanem az étrendkiegészítő, akkor érdemes felkészülni arra, hogy megelőzi bizonyos dolgokat. Ezt mindenki saját maga dönti el. Na most, ha valaki úgy döntött, hogy nem reckíroz, hanem inkább minőségi életet akar élni, és akár még anyagilag is biztonságban akar érezni saját magát, akkor jó helyen van. Ha valaki úgy dönt, hogy mégis használ olyan termékeket, ami esetleg szükséges lehet ma az életében, akkor úgy jött hozzá a termékekhez, hogy szerencsés helyzetben van, mert nem a boltban, mert ott nem lehet kapni, az interneten lehet rendelni a webshopon keresztül, az FLP webshopon keresztül, nem tudunk megvásárolni a DM-ben, mert ezeket a termékeket tilos reklámozni, különböző kiskereskedelmi forgalomban értékesíteni. Ez egy zárt hálózati rendszer, azért nevezzük minőségi termékeknek. Tehát ami zárt hálózati rendszerben működik, az mind minőségi termék. Meg tudja vásárolni az ember négy helyen Magyarországon, Debrecenben mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert az iroda az ajtó mögött van, a raktár pont alattunk van, Budapesten, Szegeden és Fehérváron. Meg tudja vásárolni pikpak ponton keresztül, de ahhoz érdemes egy regisztrációhoz hozzájutni. Arról majd mindjárt lesz egy kis információ. De minden esetben mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes alanyjóval megvásárolni saját magának, mert úgy majd tudjuk esetleg majd azokat a lehetőséget bővíteni, hogy még olcsóbbá, azaz, hogy nem olcsóbbá, még kedvezőbb legyen az értéke a terméknek. Na most a hagyományos kereskedelem az így néz ki, most hát nem így néz ki, az X-eket, ezt vegyük most ki, ez nem off. Tehát a hagyományos kereskedelem az így néz ki. Nem, tehát most ezt küldjük, nem mindegy. Az X-eket vegyük ki, mert azt a nyilat vegyük ki. Az úgy néz ki, hogy itt a gyártó, te meg a fogyasztó vagy, azon a különböző úton megy a termék végig a tervezetben, ez kb. Egy 80-90%-os áremelkedést tud okozni egy terméknél. Magyarul egy mezei terméket, ha megveszünk, ami nem minőségű, most nem akarom az áruházláncokat minősíteni, egy 100 forintos termék kb. 10-20 forintba kerül, és az a következő költség mind rajta az marketing költség. A zárt hálózat rendszeren belül azért érdemes egyébként vásárolni, mert egyenesen a gyártóról veszük le, és ott látjuk a fogyasztó, a gyártótól kapja meg a fogyasztó. Na most, ha valaki ezzel a sztorival akar egy kicsit mélyebben foglalkozni, akkor igazából itt a reklámköltséget fizeti ki nekünk a cég. Mert a hagyományos kereskedelemben a média, az újság és a többi, és a többi által kerülnek a termékek a te kezedben, akár mosópor, mosógép, hajlak, teljesen mindegy fogrém, amit megvásárolsz. Na most, hogyan lehet hozzájutni a termékekhez? Nagyon érdekes, érdemes egy klubkártyához hozzájutni először. Jó hír, négy jó hír, nincs belépési díj, nincs regisztrációs díj, nincs kötelező időszakonként vásárlás és éves tagdíj sincs. Azonban, mivel nagykereskedelmi lerakatról beszélünk, a cég meghatározta azt, hogy tömbösítve vásároljunk, ami azt jelenti, hogy ezt a listát szoktam mindig mondani, másik, hogy
Ez a lézer. Ez? Ja. Tehát én mindig el szoktam mondani, azért, hogy most 100 ember egy-egy darab lipszél nálunk sorba egy darab tárhelyiségben, akkor érdemes tömbösítve vásárolni, ami nálunk 55 euró plusz áfában jelentkezik, durván egy olyan 22-23 ezer forint vagyunk ki. Ezáltal egy a 4-5 hab terméket tudunk tömbösítve vásárolni. Most ebben semmi extra nincs, mert ha te elmégy, vagy akárki elmegy vásárolni bármelyik kiskereskedelmi elakatra, nevezünk most a Tesco-t, akkor én még nem láttam olyan embert, aki egy kiflijel megy el. Olyat már viszont láttam, hogy egy fél kosárral jön ki, fél tele kosárra, ami nem félig üres, félig tele, nem mindegy, félig tele kosárra, és általában egy olyan hetente én azt veszem észre, hogy pénteken elkezdődik egy hullám, szombat éjfélig, és akkor bejönnek vidékről az emberek, és rommá vásárolják magukat, ami azt jelenti, hogy a 20-30 ezer forintokat szerintem fejenként simádott hagynak egy-egy vásárláskor, de legyen 10 ezer forint. Hetenként. Egy 3-4 tagú családban kell hetente 15 ezer forint élelmiszert vásárolniuk, hogy fel tudják tartani saját magukat. Most ezt megszorozunk 4, ez 60 ezer forint. Na most ebből a 60 ezer forintból ő körülbelül 40 ezer kilogott az ablakon, mert ezek mind költségek. Ugyanis azokat az embereket ki kell fizetni. Tehát nem ingyen ülnek ott, akár a pénztárgép mellett, többek, akár bőrkodival szolgáltak régen, vagy akár a hústelnéket mögött, mert azok nem ingyen dolgoznak ott, tehát őket is meg kell fizetni. Most itt a cég nálunk ilyet nem csinál, mert nincs eladók, nincs semmiféle dolog, hanem tömbösítést kér.